Várhatóan október közepén tartanak előrehozott parlamenti választásokat Csehországban, miután Jiří Rusnok kormányfő beadta lemondását. A felmérések szerint a csehek rekordszámban járulhatnak az urnákhoz. Azt remélik ugyanis, hogy véget ér a hosszú ideje tartó politikai patthelyzet, és az új kormány végre a gazdasági recesszió leküzdésével foglalkozik majd. Nem csak az eddigi miniszterelnököt, hanem politikai szövetségesét is köszönhette a Hradčanban Miloš Zeman cseh elnök Jiří Rusnok személyében. A kormányfő délben nyújtotta be lemondását, amire már a múlt hét óta számítani lehetett, miután Rusnok kormánya veszített a bizalmi szavazáson a parlamentben. Zeman ügyvivői teendőkkel bízta meg a közgazdász által vezetett kabinetet. Felhatalmazom önt és kormányát, hogy vezesse az országot az új kormány megalakulásáig, jelentette ki az államfő. A parlament alsóháza a jövő héten tart rendkívüli ülést, amelyen dönthet önmaga feloszlatásáról. Erre jó esély van a 200 tagú törvényhozásban, miután az összes ellenzéki párt jelezte, hogy támogatja a lépést. Ha valóban elfogadják a feloszlatásról szóló határozatot, az államfőnek 60 napja lesz arra, hogy kiírja az előrehozott választásokat. A felmérések szerint a voksolás nagy esélyese a cseh szociáldemokrata párt, amely a szavazatok 30-35%-ára számíthat, és így 2006 után először alakíthatna kormányt. A közvéleménykutatások azt is kimutatták, hogy a csehek jóval több mint 70%-a azt szeretné, ha mi hamarabb megtartanák a választásokat, amelyeken rekordnagyságú részvétel várható. Általános várakozások szerint csak a voksolás vethet véget a politikai patthelyzetnek. A legnagyobb pártok és Zeman között ugyanis június óta áll a bál, miután az államfő kifejezett kérésük ellenére saját szövetségesét nevezte ki miniszterelnöknek a korrupciós és kémkedési botrányok által sújtott jobb-közép kabinet bukása után. Botrányból egyébként az új, szakértői kormány regnálása alatt sem volt hiány. A kabinet egyik utolsó intézkedéseként jóváhagyta, hogy Lívia Klausovát, Václav Klaus volt elnök feleségét nevezzék ki pozsonyi nagykövetnek. Moszkvába pedig Vladimir Remek volt űrhajós, kommunista európai parlamenti képviselő kapott megbízást. Az a közös bennük, hogy egyiküknek sincs diplomáciai tapasztalata, viszont mindketten támogatták Zemant az elnökválasztási kampány során.